iskolai bajnokság folyik, országos iskolai bajnokságnak a megyei selejtezője van itt. És a Herend, Urkut, Pápa, Bétfürdő, Ajka részvételével. Megyei fiatalok, középiskolások, általános iskolások, meg lányok, igazából kevés van, mert csak három urkuti lány lesz, azok játszanak itt, és küzdenek a továbbjutásért. Ki a szervezője ennek a bajnokságnak? Hát az országos szövetség, csak így megyei szinten le van adva a megyei szövetségeknek. És idén mi kaptuk meg a rendezését a selejtezőnek. Milyen fiatalok vesznek részt ezen a versenyen? Középiskolások, ugye 14-18 éves korig, és hát 2004 után születettek, inkább úgy mondom. Ezek amatőr játékosok, vagy pedig valamilyen csapatnak, a teke csapatnak a tagjai? Részben. Vannak igazolt versenyzők és nem igazolt. Külön megy az igazoltaknak a verseny, és külön a nem igazoltaknak. Nem is az egyesületet képviselik ők, hanem az iskolájukat. Mióta te kézel? Olyan másfél éve. Miért pont ezt a sportágat választottad? Hát apa mondta, hogy van egy ilyen sport, és kipróbáltam. És miért tetszik neked a teke? Hát mert szerettem régen focizni, csak most gurítom, és ez így sokkal jobb. Honnan hallottál erről a versenyről? Az edző mondta, hogy lesz. És beneveztem. Ki az edződ? Bobai Károly. Versenyeztél már máskor is? Tavaly ilyenkor. Ugyanebben a versenyben indultál? Igen. És akkor milyen eredményt sikerült elérned? Hát ennél kicsit rosszabbat. Ez egyfajta utánpótlás verseny? Olyasmi, igen. Igen, az. Hova lehet innen tovább jutni? A területi döntőre, ami azt hiszem Fejér megye, meg Komárom megyével van, és akkor utána van a Nyugat-Dunántúli döntő és a nagy döntő, az országos. Hát végülis ez a Diák Olimpia helyett van, csak átnevezték egy kicsit.